Tiszteletre köszöntjük a kedves hallgatókat, Háttérkép Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Sziasztok! Hello, sziasztok! sziasztok. Talán nem fogok okay. benneteket különösebben meglepni, hogyha az ügyjel kezdjük. Sértelem megpróbáltam megfogalmazni, hogy milyen ügyjel, de, milyen de, már, de ügy van, már nem nagyon mert. tudom megfogalmazni. Nem nevesíthető pontosan. Ugye, hagyj idézzem ide egy 2420 Véleményvezérnek a írását. Talán a címe is az volt, hogy az ellenzék feladata most az egész ügy átorbánozása, a kormánypártoké pedig az erődemonstráció. Úgy látom, hogy az átorbánozás remekül halad, az erődemonstráció pedig még mintha váratna magára. Gyerekek, ti hogy látjátok? Mi áll valójában az egész dolog hátterében? Ugyanis én arra gondolok, nézve itt az elmúlt egy hét történéseit, hogy először is itt messze nem az ellenzék mesterkedéseiről van szó. Sokkal inkább azt gondolom, hogy bizonyos körökben letettek erről az impotens, tehetetlen semmire való magyar ellenzékről, és próbálnak másokat felépíteni. És hogy mire próbálnak másokat felépíteni, szerintem egy destabilizációs kampány zajlik, amelynek a forgatókönyvét már egy pár helyen kipróbálták, például Ukrajnában 14-ben. Én nagyjából első körben ennyit vélek felfedezni. Nem csak Ukrajnába, hát több helyen. Több helyen. Ugye ennek is voltak különféle változatai, mint a népmesének. Ugye? Színes forradalom, ez az omoz. Ukrajna, Lengyelország. Bocs, Lengyelország. Na most, ha azt feltételeznénk, hogy ezt az ellenzék ötlötte ki magával, elképesztően felértékelnénk őket, ezek ehhez a történethez úgy viszonyulnak, mint törpe a harangtoronyhoz. Föl se lát a tetejéig. Tehát egy. Ami megállapítható, hogy itt nagyon komoly kezek mozogtak, és nagyon komoly előkészítés volt. Ezt onnit merem leszűrni, hogy nem az első köztársasági elnök, akit így kipet szintenek, csak a mutkor nem nagyon reagáltunk rá, tehát ez még nem sejlett fel ez az egész. Itt viszont, miután itt rögzítem, hogy a két nőszemély mind a kettő köztiszteletet érdemelnek, ráadásul abból a fajtából való, ami ritkaság, mert tisztelet mindig a kivételnek. A politikába túlzottan beleadkozó nőszemélyek inkább a rém kategóriába oszthatók be. Csinosak, okosak, felkészültek, és ügyesen sikerült őket eltávolítani. Tehát ezek kezek vannak. Na most, nekem van egy, aztán majd itt meg ketten elintézhetitek az én Menése megy, de amit mondani fogok, lehet, hogy nálatok ezt váltjuk, de lehet, hogy nem. Van, vagy lenne, vagy én vélnem felfedezni egy történelmi párhuzamot. Nagyjából menjünk vissza 1910 körüli időre, Nagyvárad. Nagyváradba egy hmm, jótékonynak mondható, vagy azt mondták magukra jótékonyok, egy egyesület, szabadkönyves egyesület volt, Adi Endre is ott volt, Adi Endrét felfedezték, akkor a római egyház és a kanonok sor volt Adi Endre céltáblája a publicisztikáiba. Soha nem írunk a publicisztikájáról, csak a versenyről. Helyes, most nem akarom én, mint költő leúzni, Isten őriz, csak ez történt. És tudjuk a dolgok, hova fejlődtek, szépen átfejlődtek Budapestre, és a Martirovics Páholyra, és Jász és tovább mennék, ott lépett ebbe a Páholyba az a fazon is be egy napon Adi Andrével, aki végül is a kivégző osztagot vezényelte Tisza István, aki erős ember volt, bocsánatot kérek, a háború után egyedül ő lett volna erős ember, meg volt néhány magasabb katonai vezető, mindenkit sicsre majd jöttek Károlyék, stb. Oké, okay, tehát az akkori történelmi Magyarország pusztulásra volt ítélve ezek által, és nem tudta magát valami miatt megvédeni. Jó, lefolyt ez a víz, de már megint itt vagyunk Magyarország, és megint valamilyen módon, vagy nagyon is útjába vagyunk, a, hát eddig viccesen azt szoktam mondani, hogy a Laci barátai, most ezt visszavonom, mert a fenét a barátai, csak sokat beszél róluk, ott be vagyunk. És egy ugyanilyen dolgot terveztek, és mit megint a hogy mondjam, a célpont, vagy a kereszt, vagy a, vagy a, cél, a tízes táblára föltették a református egyházat is. Ami pragmatikus okokból tettek fel, ezt most nem akarom részezni, de pragma, nagyon pragmatikus okokból tettek fel, mert adott esetben az érintett kárvallott vezető, és a végső célként nem mondom ki a nevét, úgyis kitalálja mindenki, megcélzott vezető, és ehhez a felekethez tartozik. Tehát itt ilyen mélységgel kell megnézni, és akkor nem csak ilyen, ilyen felszínes, hogy hogy, meg mint, meg merre, itt nagyon komoly szakmai teendők vannak a jövőre vonatkozólag. Egyrészt ezt a belövési pontot egyszer s mindenkorra megszilárdítani, lezárni, betonfallal áthúzni, és még egyéb belövési pontokat is keresgélni a rendszerbe, és ez nem összeesküvéselni. semmi erő nincs szó, józan, hideg mérlegeléssel én magam részére eddig jutottam el. Laci? Igen, a, tulajdonképpen minden, minden, történést, mert ugye ez a, te is kerested a szavakat, az ügy, mondta, szóval akkor nevezzük történésnek vagy ügynek, Nyilván több rétegben lehet szemlélni. Ha az ember nagyon jó hiszemű, hát erre már túl sok okunk nem nagyon van, akkor, akkor megpróbáljuk csak ezen a primér szinten kezelni. Hogy a, 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 ja. Azt azért tegyük hozzá, hogy a primér szinten valóban elkövetődtek hibák. Tehát hogy finoman fogalmazzak, tehát azért, azért kellene azt a felületet is megvizsgálni persze, mert amikor tökéletesen egyetértve azzal, amit a Zsolt megelőlegezett, meg te történelmi kontextusba helyezted, hogy, hogy a világot egy ilyen nem létező erő irányítja, és ez a nem létező erő azért tegyük hozzá, szellemileg nem akárki, szóval nem akármilyen dolgokat tudott végrehajtani az elmúlt évszázadok, no, nem vagy során. És az esetek jelentős részében kiderül az, hogy noha láthattuk volna előre, de mégse láttuk. És ez arra utal, már mint a különböző cselekedetteinek a bekövetkezését, és annak a következményeit. Ez a, egyébként maga Trianon is ezek közé Éh, tartozik. Száz hát évvel előtte is láthattuk volna már az, hogy ez a bizonyos erő merre felé akarja vinni a történelmi Magyarország. is, is. Voltak, akik Igen, látták. de megakadályozni mégse tudtuk. Tehát a, tehát a kettő, tehát nagyon fontos lenne hangsúlyozni, hogy amikor azt mondod, hogy igen, tehát hogy a másik oldal, meg hogy hiányolod, hogy a másik oldal viszont nem mutatja az erőt, ami nyilván egy ilyen csapás után persze lélektanilag rövid távon érthető, Érthető, de nem menthető, ebben teljesen igazad van. Tehát utána, igenis, tehát remélem, ahogy magunkhoz térünk, vagy adunk rá valami elemi szintű magyarázatot, ami nyilván nagyon nehéz feladat, hogy miért és hogyan követődhettek el ezek a hibák, ezeket a felületeket azért kell megvizsgálni, pontosan hát annak érdekében, hogy ezen a felületen azért még egyszer ilyen simán ne tudjanak támadni. Nem valószínű persze, hogy ezen a területen támadnak, és ha már ugye mit említetted, akkoriban is legalább három eset volt, tudom, egy német tartományi miniszterelnök talán, tehát ez a dosszié, hogy, hogy, hogy a plágium, plágium tehát, a, te tehát volt hogy ér, ez egy széria volt, tehát török. legyártottak, tehát a, még csak nem is nagyon rejtették véka alá, hogy, hogy most van egy új fegyverünk, és ezzel támadunk, mert hiszen erkölcsileg úgy lehet leginkább összezúzni, hogy hát egy pitiánnél kis csaló vagy, öreg, ne haragudjál már, te vagy a legfőbb közjogi méltóság, mikor egy pitiánnél csaló vagy. Tehát ennél durvább, ennél egyszer, pofon egyszerű. A jelek szerint könnyen kivitelezhető, és meg is, meg is csinálták. Hát Angela lábasa volt hadügyminiszter, miniszter, azt a Heseltine, ez mindezekben, meg még volt egy harmadik német eset. Igen, igen tehát a, tehát a, akkor is volt egy széria. Szer, most pedig ne szerényen szeretném megjegyezni, nem minden büszkeség nélkül, akkor, mikor ez zajlott. És valami hatális véletlennek köszönhetően Gyurcsány Ferenc szakdolgozata örökre eltűnt mindenhonnan, akkor nekem megsúgták a megfelelő helyen dolgozó régi barátaim hogy az én szakdolgozatomat is kikérték, és hosszan tanulmányozták. Csak sajnos hát, nem, nem, nem volt nem, gondot hát gondot Így van, nem minden jön össze, így a Persze, jó, jó, tehát, a, de az, tehát ez egy gyártósor. Szal, szellemi, szellemi értelemben azért nem akár van szó, és sajnos a legtöbb projektjét végig is tudta, végre tudta uh, hajtani, tehát azért változatlanul van egy szellemi gap. Tehát igyekszünk, igyekszünk, meg dolgozunk, meg egyre többet próbálunk ebből megismerni. Egyébként ugyanez a szellemi gap, amit ugye most Putin, tehát az orosz elnök részben a Carson interjúban, részben pedig most ebben a nagy interjújában, is félig meddig beismert, hogy ott is arról volt szó, hogy, hogy hát volt egy úgy látszik még, mégis még létező, mondhatni bárgyú és naív jóhiszeműség azzal kapcsolatban, hogy hát azért azt talán nem. Tehát például 14 azért kövesztek be Ukrajnába, mert benézték az oroszok. Igen, Így mert, van, mert már mi amit megtehettek, és itt, itt is, itt is, igenis, ezt nem, nem kell nyilván publikussá tenni, nem is lehet, de azért meg kellene vizsgálni azokat az intézményi-szervezeti felületeket, ahol ahol sajnos nálunk is, ha úgy teszik, rutinszerűen előfordul, hogy benézünk valami olyat, amiről úgy gondoljuk, hogy á, ott ennek, tehát mi tudomásul kell venni, és ez nem valami szuper pessimizmus akar lenni, nem, hogy az nem, a valami, amit politikának hívnak, az nem mindig, am, ezzel amit politikának egyáltalán. hívnak, az mindig egy permanens aknamező. Tehát, és az, tehát ez nem, nem, lehet, és aki, aki gyanútlanul sétálgat az aknamezőnek egy olyan részén, ahol ez a gyanútlan séta nem minden ízében itt ott nyilván mindent meg kell tenni. Tehát az, hogy ennek a nem létező erőnek, visszatérve, mert nem csak néhány mondat, amit mondtál, miután, hát igen, miután azért négy egymás követő kétharmad, és nyilván a ötödik is, hát azért most már lassan ráfordulunk a második részére ennek a négy évnek, tehát minden jel arra utal, hogy az a valami, amelyik politikai alternatíva lehetne, az tökéletesen használhatatlan. Tehát érdemes. A bócokat le mondtál. kell venni a így, És valószínű, hát le is veszik, illetve inkább nem is foglalkoznak már velük, én úgy látom inkább, hanem, hanem azt mondják, hogy egyértelműen csak a diverzió, csak, tehát csak diverzáns cselekményekkel, színes forradalmakkal, egybe, tehát olyan módszerekkel, amelyek hát legalábbis nem, nem illeszkednek harmonikusan a liberális demokrácia, oly szent és jogállamisággal és egyebekkel alátámasztott, meg az örök emberi jogok, meg értékek, meg egyebek. Nem, ez a brutális, katonai felderítési, katonai szolgálat és tehát az, a, az a szakmunka, persze, az a szakmunka amelynek az már csak a végrehajtó, persze a megbízó az nyilván sokkal magasabb vagy mélyebb, mélyebb szinten van, tehát a tanulság végül is, ha, ha valami tanulság levonható belőle, hogy nagy valószínűséggel ez a diverziós nyomás igen jelentősen növekedni fog, 26-ig bezárólag, ez egészen bizony az európai parlamenti választások, aztán az amerikai elnök választás is értelemszerűen olyan bizonytalansági tényezők, amelyek, és a Tucker Carlson még egy pillanat, azért érdemes visszatérni. Arról mindjárt beszélünk. Ja, vagy arról is beszélünk. Jó, 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 így van, mert, mert azért az is arra utal, Ez az az, az interjú, így fontos. van, azért kap, de a kettő összekapcsolódik annyiban, hogy a Tucker Carlson interjú arra utal, hogy megjelent közvetlenül az a bizonyos harmadik szint, a birodalom kiválasztó főhatalom. Mert a Tucker Carlson azért bár tehetséges és bátor, de csak úgy a saját szakállára ezt tehát mondjuk mulatságos volna azt gondolni, de majd akkor mindjárt erre rátérünk, és a dolog azért kapcsolódik össze, mert ez a bosszú, ami most, mert bizonyos értelemben bosszú állás zajlik folyamatosan, az ellen az Orbán Viktor és berendezkedése ellen, amelyik Európában az egyetlen képviselője a normalitásnak, amit a leggyűlöltebben akar felszámolni értelemszerűen a programozott káosz érdekében, ez a bizonyos nem létező erő pontosabban megmutatja, hogy a jelek szerint feszültség van, az amerikai birodalom és az amerikai birodalom felett álló ha úgy tetszik, birodalom kiválasztó főhatalom között, és Tucker Carlson nagy valószínűséggel azért érinthetetlen, mert hogy ő nem a birodalom embere, hanem egy szinttel feljebb van. Ami pedig most történt, ez a birodalom bosszúja. Tehát a birodalom, most a bukóban lévő birodalom, tehát a második szint akarta ezekkel a diverzáns, és akarja is majd, ezekkel a diverzás cselekményekkel egyszerűen... Hát bizonyítani a akarja a saját túlélési esélyét. Persze, esélyé. Mielőtt rátérünk, ha már úgyis fölvezetted a Tucker Carlson Putin interjúját, az lesz a következő témánk, csak így lezárásképpen, hogy ahogy Laci szokta volt mondani, a, csak a felszíni jelenségeket nézve és arra fókuszálva egy pillanatra, azt azért sose mulasszuk kell leszögezni, hogy, hogy egyfelől azért ügyes, a deep state, Igen, a megfelelő titkos szolgálat, aki most Igen. vezényli ezt a dolgot. Mert ahogy te is mondtad, jó szerével most már csak mi vagyunk az egyetlenek, akik a normalitást képviselik. Igen. És ebben a normalitásban maga a pedofília, meg a gyerekek szentsége az Igen. ugye egy. az egy világító torony, és ugye ezt sikerült most megtámadni. Igen. A legkényesebb felületet. Igen, Igen. és csak hogy. Leszögezzük a leszögezendőket, a végrehajtó személyzet, és ezt az is soha ne felejts el senki, akik most a leghangosabban pedofiloznak már az ég a világon mindenkit. Itt most már pedofil vagy te is, te is, te, minden fidesz, <laughs> mindig, mindig, mindig is az a Ezek ugyanazok, akik egyébként ne nem remélt hatalomra kerülésük esetén az első héten valósítanák Igen. meg mindazt, ami nyugaton ma már az abnormál, abnormalitás apoteózisa, és szögezzük le, ha sem az LMBTQ propaganda bevitele óvodába, iskolába, az a maga, maga a márványba faragott pedofília és ezek hisztiznek most. Igen. Tehát azért, ezt azért... Ebben nagyon azt -e, ezt -e, hogy ügyes, el, hogy, ebben ügyes maga a húzás, hogy ebben nagyok, hogy, hogy az ő bűneiket mások elég, ők melyik védik, melyik. nagyon nagyok. hogy, hogy mondja József amit védtem, nincs jelen. Azt most már mások védik még még ellenem. Ellenem. <gül> <Még> <gül> Pontosan. Van. No, hát akkor Tucker Carlson interjú, mert azért hogy ismét csak nem volt hatástalan. Ajaj. És most nem pusztán arra gondolok, hogy 200 millió ember nézte meg eddig, ami felfoghatatlan. Mm. 200 Taylor, szív, Taylor Swift, mondjuk Taylor Swift-tel mérhető csak. Szóval... És milyen sebesen lefordították, például dicsérjük meg itt ezt a kis magyar csapatot, azt hiszem a, a, a este mi a franc volt az, valamelyik ilyen, nem egészen jobboldali, de, de nagyon jó megcsinálták a fordítást. Igen. Szóval uh, szerintetek a Tucker Carlson interjú Más üzenetet hordozott-e közép- és kelet-európában, mint például Nyugat-európában vagy akár az Egyesült Államokban? Hát is itt is kiviláglik-e, hogy ez, ez tényleg két világ? Hát úgy két világ, hogy azt a Lacinak a fölvetése volt már ezelőtt, azt hiszem, hónapokkal, hogy ott legfelül az ő baráti körébe is azért nem egyforma a világlátás. Ezt személyesíteni is szoktuk annak idején. A gonosz öreg, meg a reális öreg. Tehát van egy olyan társalat, aki a végleketig akarja szétszincálni a világot, és most akar bedarálni mindenkit egy új világrendbe, ennek ugye nevet Soros Gyurika bácsi ad. És volt Kissinger, aki azt mondja, hát jó lenne az oroszokat lenyúlni, meg bedarálni, hát de azért kicsit macerás, most hagyjuk, mert esetleg még föl is sűjtünk vele. Hát én nagyjából azt hiszem egyetértve veletek, vagy hát Laci vetette föl, hogy a Karszont is, ugye akkor ebbe a re, világot reálisabban szemlélő, hogy mondjam, főhatalmi szócső ő, és esetleg ilyen módon él, érez, élvez védelmet, és esetleg még még azt se zárom ám ki, hogy ilyen módon tudta magát becserkészni, hogy inter... Hát Putyin nem annyira szórja az interjúkat, mint Bolond Péka listet, ugye? Tehát nagyon hosszú idő után az első szivar volt, tehát orosz oldalról is ki lett az választ, vagy kinek, mikor és hogyan, mert nem lesz balhé, nem kell megvágni a szöveget. Ugye nem volt összetűzés. Nagyon, nem tudom, figyeltétek az elején, nagyon aranyos volt, amikor így ízé, ízé, gatyafőző, és akkor kérdezi a Taker Carlson, a Putyint, hogy hogy hát ki robbantotta föl a csöveket? Hát ki más ti? Azt <laughs> mondja, <laughs> bocsánat, elnök úr, nekem valami apró Ez van. Igen, igen. Ez mindent, ez mindent kifeje. Tehát azért egy picit, mindig adok egy kicsit az optimizmusnak, hogy ott fönt ezek, akik tényleg keverik a világügyeit, ott is azért mindig meg tud valahol egy reális alternatíva jelenni. Mert például, vissza mert a történelemben, amikor ugye a dollár már hát Nyugat-Európában már úgy készültek, hogy rendes pénzt csinálnak. Én megesküszöm nektek, amikor di di végzős diákként először kintultam Németországba, és a leendő közös pénzről beszéltek még a hat ország, az valóságos ellentávasa lett volna a dollárnak. Ami meg lett, az meg a kisöcsikéje. Szóval azért voltak itt e törekvések, mindig is vannak, meg remélően lesznek is, és még egy, hogy ez rossz hír, hogy ettől a főhatalomtól valószínűleg nem fogunk megszabadulni. Legfeljebb annak drukkolhatunk, hogy mindig a legjobb, szóval a jobb ágazat kerüljön valahol felszíre. Nagyon sokszor nem az került a felszíre. Erről beszélnek proxy sorozata, az első világháború, a második világháború, stb. Na most tehát Taker Carlson gyönyörűen végigvette a leckét, és Putyin meg gyönyörűen felmondta. Ott szépen ugye el is végig is hogy mi mindenről volt ott szó, hogy milyen kijelentések voltak, és nem azt mondta Taker Carlson, na ne, elnök úr, azért ez egy kicsit túlzás. Nem így volt. Ugye? Ennek is van az ő üzenetét. Oroszok oldalára, tehát az egész nagy rendszerből valahol ők se lógnak ki, ezt akarom mondani. Persze. A Laci először általánosságban. Igen, akkor... az általánosságban tulajdonképpen csak azt foglalnám újra össze, amivel az előbb már belekezdtem, hogy, hogy ha ha elfogadjuk hipotézisként ezt a, a világhatalmi szerkezet hármasságát, hogy van a nemzetállami szint, van a mindenkori birodalom, ami ugye most Amerika ebben az évszázadban, de láthatólag mind birodalom szétesőben van, de létezik fölötte egy sokkal nehezebben áttekinthető nevezük birodalom kiválasztó főhatalomnak. Én mondom ezt a, magánpénzhatalomnak. Az, igen, tehát az, tehát de, valami, olyan, ami, ami olyan szintű hatalmi hatalmi eszközökkel rendelkezik, aminek jelentős részét valójában nem, nem látjuk át, nem tudjuk pontosan, hogy hogy csinálja. Nyilván a kereskedelem, a pénz és média, erről sokat beszéltünk, tehát ő nem, ő nem katonai tehát a fizikai ütőerőben látja elsősorban, nyilván az a birodalom feladata a katonai ütőerő. Ez a szint, ezek a szimbolikus fegyverekkel, tehát elsősorban a kereskedelem pénz és média fegyvereivel, a narratívák háborújával. Azt, azt lehetne mondani, hogy ez a csapat fél szuverenitással rendelkezik. Senki nem tudja, hogy kik, és mégis szuverén módon tudnak intézkedni. Én ugye nagyon központba helyezem a pénzt, de a pénzre ráépül az a szellemi, szellemi intézményrendszer, az ott lévő... A léve... pénz hatalmát csak a média meg a... Így, így, így így van, kereskedelem kell van. hozzá, mert kereskedelem fül nem értelmezhető a pénz. Most ez, ez... Média meg azért kell hozzá, mert kell egy magyarázó ideológia. Hogyne. Tehát a pénz, a pénz önmagában, hogy mennyire semmit nem jelent a pénz, az a hiperinflációba, tehát hogy hogy lehet, össz, hogy egyetlen pillanat alatt, tehát abból a valamiből, amibe, hát ezt sokszor beszéltünk erről, hit és hitel. Tehát a hitel, anélkül a, a hit, nélkül, hogy elhiszed, Ez igaz, hogy ezt a hitelt igaz. egy olyan pénzbe vett, tehát szellemi talapzat nélkül, ezek pillanatok alatt össze, összedönthetők, tudatosan is, vagy magától is összedől, ha elvész a szellemi a talapzat. És tulajdonképpen azért kell mindig a szellemi energiákra összfontosítanunk, mert akármennyire is kellemetlen ezzel szembesülni, de még mindig jobb, hogyha, hogyha ehhez van reflexív viszonyunk, hogy ez a bizonyos erő, aki ezen a harmadik szinten lakozik, ez szellemileg... Tudom, nagyon kény, mindig előttünk járna. Tehát valami, van valami szellem. nem, nem ismerjük ezt pontosan. Miért van valami Mert a legjobb szellemi, fejeket hát ő, ő tudja nyilván begyűjteni. Azért, hogy Eljöttem hogy lábon fel tudja vásárolni a de, de van egy jó hír is, hogy akkor oda visszatérjek, van egy jó hír is, és ez pedig az, hogy ennek a harmadik szintnek is a jelek szerint van egy konstruktív. Egy konstruktív és egy destruktív stratégiája. A destruktívot azt látjuk, tehát egy teljes világháborúban a programozott káosz, teljesen káoszba dönteni a, a világot, hogy utána pontosan mit akar az ebből a totál káoszból, az ebből nem sejlik fel, de de és Tucker Carlson léte, tehát a Tucker Carlson személye ma az egyetlen bármilyen különös, tényleg történelmi jelentőségűvé kezd válni a fickó és zseniálisan van felépítve, tehát az egész megjelenése, a hanghordó. De a személy is alkalmas léte. erre a szerepe. Persze, tehát azt mondom, hogy sikerült megtalálni egy brilliás személyt ahhoz a minden túlzás nélkül történelmi szerephez, amelynek az a feladata, vagy karakter inkább, amelynek az a feladata, hogy a konstruktív stratégiát is megtestesítse, nekem az a feltétel, meg, megszólaltassa, így van, tehát hangot tudjon adni. Tulajdonképpen végül is Orbán Viktor is ebben az esetben egy megafon volt. Tehát Orbán Viktor számára is lehetővé tette ez a harmadik szintű hatalom, hogy a normalitás egyetlen képviselője Európában, 100 milliós nyilvánosságot, nyilván ez sem csupán a véletlen műve, kell hozzá természetesen Tucker Carlson és Orbán Viktor bátorsága és tehetsége, de azért önmagában ez a bátorság és tehetség enélkül ne. Ne. Tehát van egy konstruktív stratégia, örüljünk annak, és jó lenne megfejteni, hogy ez a konstruktív stratégia, Mire is irányul? Mert ez a, illetve Magyarország ebben a szorongatott szerepében, amikor viszont a második szint elhatározta, hogy diverzióval felszámolja a normalitás utolsó szigetét, tehát egyszerre kell látnunk. Tehát a két történés, a magyar ügy, meg a Putyin interjú valójában nagyon is kapcsolódik egymáshoz, mert az egyik a harmadik szintű hatalom konstruktív üzenete, a, a Tucker Carlson interjú, a magyar ügy, ami meg itt történik, az meg a második szintnek a destruktív üzenete, ami még mindig reménykedik benne, hogy a harmadik szint destruktív elemei kerülnek újra föl. Teljesen egyetértek vele. Kicsit maradjunk a Tucker Carlson interjúnál. Mert azért végig kéne venni, hogy mi mindenről domát. Nagyon most persze, most teljesen de. önkényesen fogok mindjárt egy elemet kivenni, mert számomra az volt a legdöbbenetesebb. Ugye ahogy már utaltatok, ti is rá, tehát voltak kifejezetten szórakoztató részei. Igen, határlánk. volt olyan része, különösen a. Ugye az... milyen beteg ez a putyin Mozgott a lába, <laughs> képzete. Tehát különö... hát, különösen az a rész, amikor az orosz történelmet, ugye, hosszabb azért az azért voltak dolgok, amik mondjuk ellent mondtak az én történelmi tudásomnak. Mondjuk különösen az volt az én számomra, hogy mondjam, csak nem tetsző, amikor arról beszélt, hogy a lengyelek hogy működtek együtt Hitlerrel, mert ez egy baromság. Bocs, soha nem bocs, 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 ne, de egy kicsit együtt és is működtek. És Próbálta ezt az egész. De nem, de de nem úgy, ahogy mondta Putyin, nem úgy, ahogy mondta. Voltak ilyen elemei is. Ez is egy narratíva. Most kiemelnék egy dolgot, ami viszont számomra revelatív volt, és azóta gondolkodom rajta. Mert egyrészt olyan egyszerű, mint a faék, és lett volna, és ugyanakkor meg a felvetésben és a ráérkezett reakcióban szinte minden benne van. Mire gondolok? Amikor elmeséli, hogy fölveti Bill Clintonnak, mikor ott van. Ja, te Figyelj, mi lenne, ha Oroszország belépne a NATO-ba? Tudnék, a NATO védelmi szövetség. Bocsánat, védelmi, védelmi. szövetség. Miért ne? Na, kérlek, jel, jel. Jel, ezért akarom, hogy elmondjátok a védelmi Fölveti, hogy mi lenne, ha belépnénk a NATO-ba? Tök jó ötlet, Ahogy, el, lett, ahogy mondja, elmeséli, a, hogy a Bill majdnem leesett. Nem, nem leeset, tudta a labdát lekezelni. De de hát, tök persze. jó ötlet. Persze. Majd eltűnt, és egy kisebb vártat a viszont, és azt mondta, hogy a csapatom sajnos nem, nem javos. Na, most Na ennyit az amerikai elnökről. Azért mondtam, vagy azért emeltem ezt ki önkényesen, mert egy hát pillanatra képzeljük el a rendszerváltások hajnalát. Oroszország egy elegáns mozdulattal belép a nato -ba. Akkor most mi az szar lenne, a aktuális ellenség. Bocsánat, Kép? Gorbacsov is régen beszélgetései is során, és, és aztán különösen a Bussa Máltán, 89-ben egyébként Gorbacsov is felvetette, nem teljesen ebben a formában, hogy akkor belép a nato hanem hogy ha hogy oszlassuk fel mind a kettőt, tehát ott volt valami ja. olyan gondolat, mármint a Varsói Szerződést Mert, és a nato is, és hozzunk létre és közösen, közösen egy, olyan védelmi rendszert, amiben mindenki benne van. Hát, mégis csak hát nem hát, működött. Persze. Na, é, 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 a lengyel ügyre. Megmondom, hogy mire gondoltam. Ugye a németek a harmadik birodalom anyagi ügyeit pillanatok alatt csúcsra járatták. Nem volt véletlen, egy csodálatos pénzügyi modell. Ennek az a része, ami nagyon fontos volt, a lengyelekre is vonatkozott. Ők bilaterális clearingeket kötöttek velünk, lengyelekkel még egy halom, hogy ez az amaz, ami kell nekik, azt innét onnét beszállítják, lengyelek, magyarok, románok, Dél-Amerika, a harmadik birodalom márkával fizet, a Reichsmárkáért meg vesztek, amit akartok. A lengyelek érdekeltek voltak, a német technológia Nem azt mondom, hogy cinkosan zsidó meg Auschwitz, nem. Egy egyszerű, pragmatikus együttműködés Praktosági. volt. Ennyi. Na most ugye, na ennyit. Jó, csak mi, á, gyerekek, maradjunk ki, nem engedlek két van. Így van. Ne is. Ugyanis nekem a Putyin által elmesélt történet. Annyit üzent, hogy az Egyesült Államok, mint birodalom, és mondjuk ez a történet több mint húsz éves, tehát akkor még még nem látszott ennyire nyilvánvalóan, hogy széthullóban lévő birodalom, sőt, a rendszerváltások hajnalán vagyunk. Hát akkor az Egyesült Államok úgy érezhette magát, hogy na most aztán, hát kinek van a legnagyobb töke a kocsmában nekem. És az Egyesült Államoknak, mikor fölveti Putyin, hogy Oroszország önfeledten belép a NATO-ba, akkor nyilvánvaló, hogy kis gondolkodási idő után azért kellett nemet mondjon, mert az Egyesült Államok már a rendszerváltás hajnalán nem akart soha kiegyezni Oroszországgal. Szart ő rá, hogy Szovjetunióból Oroszország lett, új világ jön. Szart ez mindenre. Az oroszok legyőzése valószínűleg már abban a pillanatban az első számú prioritás volt. De menjünk vissza a történelmek könyörgön. Hát amikor Szovjetunió lett, vagy azt megelőzően, a nagy forradalom. Hát bocsátott kére, két oldalról akart a Koroszországra ráépülni. Németország győzelemre állt, maradjunk annyiba, baromira győzelemre állt 917-be végig. A Breslitowski rész békébe, amit Lenin, az ő ügynökök kötött velük, testét, lelkét, meg Ukrajna területeit odaadta. A másik Trocki, akit a Jenkik toltak oda be, ugye? az meg dühöngött. Mind a kettő ugyanazt akarta. Oroszország feletti rendelkezést, a javak feletti rendelkezést. Milyen Tehát nekik is a javukat akarták, ja, vajikat akarták ma se akarnak mást. Tehát ez történelmileg folyamatos. De ez egyúttal felvett hogy sokkal súlyosabb és mélyebb, tudom, viccesen hangzik így, de, hogy úgy mondjam, morális kérdés, hogy egyáltalán az ember, mint lény létezhet-e létezhet -e valóban békés, jóhiszemű, kölcsönösen egymás tiszteletben tartó? Mert amit most elmondasz, ebb, ebből azért egy kicsit az sejlik fel, hogy szarni bele tisztesség, nelség szóval az ember menthetetlen erkölcsileg, tehát nincs olyan hatalmi, itt merő illúzió az egész, nincs és nem is létezhez soha olyan hatalmi egyesség, nevezzük világbékének, mondjuk, ahol egyszerűen mindenki csak azt látja be, hogy gyerekek, de jut is marad, és miért kellene állandóan civakodni Igen, a világ egészen. Miért tele ott van a barátságokat? Hát te ezért most nem a hülyét játszom, illetve részben az, de, de egyúttal ez tényleg felhívja arra a figyelmet, hogy amíg ez a bizonyos erő uralja a világot, nézés, addig, addig van-e van -e esély arra, nincs. hogy nincs. Ebbe, de ezek nincs. szerint nincs. nincs. Tehát amíg az ő kezében van a világ ügyeinek intézése, addig marad, mert ugye itt is erről van szó, tehát tételezzük fel, hogy Gorbacsov valóban, tehát a régennel is, meg aztán utána az idősebbik bussal a kölcsönös jó hiszeműség, és tettek olyan nyilatkozatokat nyilván, tehát az amerikai fél is pedig, ahogy mondod, ereje teljében volt az amerikai birodalom, tehát ha úgy tetszik, mindent megtehetett volna, és mégis úgy nézett ki, hogy teljes mértékletességet, tehát hogy mindegyik fél pontosan ezt látja be, és ebből a nézőpontból tulajdonképpen nem is feltétlenül lett volna hibbantság az, amit Fukuyama feltételezett, hogy, hogy miért ne lehetne, ha nem is egészen oda kezdve a hangsúlyokat, de Fuku, miért ne lehetne egy már olyan nem lehetne egy olyan világméretű egyesség, amelyik társadalmilag gazdaság, ha már összenyitottuk a világot az elmúlt 500 évben, mi a modern nyugat, akkor legalább ezt a súlyos bűnt, mert én változatlanul úgy látom, hogy a világ összenyitása nem volt igazán jó ötlet, de ha már így van, össze van nyitva a világ, akkor próbáljuk ezt az összenyitott világot társadalmilag, gazdaságilag, politikailag, kulturálisan egy élhető helyé tenni, ahol folyamatosan olyan egyességek léteznek, és ezt nem tudjuk megfejteni, hogy ez a bizonyos harmadik szint, bár Tucker Carlson személye, ha ő valóban ennek a harmadik szintnek a küldötte, akkor ez azért lehet az első jel, mondjuk erkölcsi értelemben is arra, hogy van egy konstruktív, mert az éppen arról beszéltünk, hogy akkor van egykor, tehát hogy ezt a harmadik szintet nem egységesként, most erre teszünk kísérletet, hanem, hanem hogy egy destruktív és egy konstruktív elem állandó. Oh, tehát so. egy, egy ez, de, de van benne ezek szerint valamiféle polaritás. És ezt a polaritást kellene viszont egy kicsit mélyebben megértenünk, hogy vajon ebben a harmadik szintű hatalmi, világhatalmi szinten ezt a polaritást mi szabályozza, vagy egyáltalán. Mert a világ jövője nagyon úgy fest, alapvetően attól függ, hogy melyik, tehát ahogy a következő nagyon veszélyesnek ígérkező évtizedekben, a 21-et, különösen Kína, további erősödésével és világhatalmi szerepével, ami nyilván mindent fel, felborít, vagy mindent átrendez a világban, és ez a háború is, hát mindjárt a legelején elmondtuk, alapvetően azért tört ki, mert egy potenciális európai, orosz, kínai, eurázsiai együttműködési rendszer egyetlen pillanat alatt tökéletesen okafogyottá teszi a világ ezen ké... nem egyszerűen az amerikai. Hát Től féltek a barátaid, hanem Minden! Hogy a kezükből! A kezükből kívül hát van, persze, Minden, ami ezek hát, kívül persze. van. Igen, de akkor itt ezek szerint akár úgy is felvetetnénk a kérdést, hogy ennek az együttműködési rendszernek, tehát aminek nyilván Európa szempontjára Németország volt a motorja, persze, ugye a Német Birodalom, Orosz Birodalom és Kínai Birodalom együttműködésének. Most ez viccesen hangzik, tudom, de ez alatt a bimbózó 25 év alatt, mert azért ez körülbelül egy század volt, működgete, amikor egész reménykedően kezdett ez az eurázsiai együttműködés, és békésen, mindenféle egy. szem, kölcsönös előnyökön, hogy, hogy valamilyen értelembe véve a jelek szerint valamiféle garanciát kellett volna adni, meg kellett volna nyugtatni ezt a harmadik szintű a, a konstruktív elemeit arról, hogy de nem, tehát ez nem ellened van, hanem egyszerűen egy olyan szerveződés, ami, ami a világ egészét, nem tudom, tehát, tehát itt, itt azért van egy hiányzó láncszem ebben az egészben, tudni hogy az, hogy a, a halódó amerikai birodalom destruktív dühével lerombolta, és ki azért robbantotta ki ezt a háborút, hogy írmagja se maradjon ennek az együttműködésnek, mindenkit összeúszított mindenkivel Eurázsiában, most is ezt csinálja a közel is Eurázsia része, nyilván, tehát, tehát az ottani konfliktus is a, a majdani Tajvannal kapcsolatban, tehát három fronton már is csinálja a világháborút, az első Ukrán fronton, a közel-keleten, meg nyilván Tajvan, meg Kínával, de miért a destruktív logika érvényesül, mikor 25 éven keresztül ez az együttműködési rendszer azt üzente az egész világnak, hogy bárki csatlak. Igaz, az egy új világrend, hoppa, de... Hoppá, meg... Laci, hagyd mondjak valamit, megvan. Mert hol van a fókusz? Tehát annak a világrendnek, ami most tökre destruktívá vált, ha nevesíteni akarom, akkor azt mondom, hogy száz. Itt viszont van egy Másik fókusz. Tehát ott nincsenek is bent. Kína, oroszok, stb. Tehát nem érzik a barátaid, hogy azt a csapatot ugyanúgy kézbe tudják, vagy legalábbis egy része nem érzi, hogy ugyanúgy kézbe tarthatók, mint ahogy ez a csapat imáron, hát én mindig a 350 évet mondom, az a, a 350 éve, ez úgy van, mint a karikacsapás. 350 év, várjú, hogy az 10 generáció. A Pirogyögyögy fogság című műve jut eszembe, mikor az Alexandri Hát nem pogrom volt az, hanem egyenesen holokauszt. Ugye utána a zsidó elitek összeülnek, és a egyik részük azt mondja, hogy na látjátok, ezért kell mindig mindennek és mindennek az ellenkezőjének is nekünk lenni, hogy ilyen szörnyűségek ne fordulhassanak elő. Míg a másik része meg azt mondja, hogy épp azért fordulnak elő ezek a szörnyűségek, meg, mindig minden, meg mindennek az ellenkezője, <laughs> és mi akarunk lenni. Spiró nem foglal vagy száll az oldalon keresztül. De hát 20 éven. éve jelent meg ez a könyv, tehát 20 éve ez, ez folyamatosan ott lebeg végül is. Minden esetre... <laughs> Putyinnak van egy, nem is hosszú, egy egyetlen bővített mondata, ami ugyanazt mondja és sugalja, amiről most itt már vagy öt perce beszélünk, amikor azt mondja az interjú egy részén, hogy azért vegyük már észre, hogy ma már nem a nyugat fújja egyedül a passzát szeret a világgazdaságban. Hát, hát ez, ez a, a helyzet. helyzet. Hát de, de, de épp ez a lényeg. Eddig most akkor nevesítettem angol száz nótát fújt mindenki, szeretnék a főbirodalom most Amerika tovább továbbvinni, mert neki ebből egyébként egy hatalmas nagy elit van erre rácsimpaszkodva a generációk óta. Hát azok úgy pánikolnak, mint az atya ég. Lehet, hogy a főhatalomban igen, vannak olyanok, akik belátták, hogy ez már tréflé, ez már megy odébb, szerveződnek hát a másik irányba, mert azzal mi most nem nagyon tudunk foglalkozni, meg azt hiszem ismereteink is kevesek, hogy adott esetben Kínában, vagy Olaszországban Laci barátai hogy mint tevékenyked, nem tudjuk. Nem tudjuk, mert marhára alul vagyunk informálni. De hogy tevékenykednek, és át akarnak oda nyergelni, és akkor onnét, mert ugye a gazdasági súly is tolódik el. Tehát a fő termékekben energiahordozók és élelmiszerek már ott a másik oldal. Most már össz GDV-be is a G heteket már verik, úgyhogy a pánikolásnak itt De az még ideje. egy nagy... a Putyin interjúra visszatérve a bizalom akkor is központi kategória marad, mert szinte minden tizedik mondata után újra előjön az, hogy minket becsaptak. Tehát mi jó hiszeműek voltunk végig a történelemben, egyébként nem csak a mondjuk a rendszerváltás, hát mindig a nyugatfele orientálódtak nagypéter Nagy óta, mindig fenékbe lettek igen, de, Tehát, hogy valamilyen értelembe véve nem kerülhető meg az erkölcsi eleme ennek Persze. az egész kérdésnek, tehát ha a világ, az egész emberiség valóban őszintén békét akar, akkor a béke nem tud másra épülni, csak a bizalomra, hát ez egyszer egy, amióta ember létezik a földön, azóta az ősi, Emberi közösségektől kezdve minden ezért, csak a kölcsönös bizalomra épülhet. Ha az nincs meg, akkor izélheted a mindent. Ezért amit... nyilván, nyilvánvaló, hogy Dostoyevsky, aki azért nem Egyet, volt egy akármilyen persze. alkotó, é. élete második felében valószínűleg nem véletlenül írta meg azokat a nem, a nem szép irodalmi, hanem eszéit, meg tanulmányait. Nem arról értek, hogy a szlavofilok, ugye az, az, az oroszosok, meg a nyugatosok harca folyik, és hogy nem véletlenül állt a szlavofilok oldalára aki egyébként nyugatosként kezdte. Pedig... Valószínűleg már akkor érezhető volt, hogy a valamit valamiért lehetünk mi nyugatosok, csak cserébe mindössze a lelkünket, az identitásunkat, a történelmünket fogják elkérni. Így van, és ezt alá lehet dokumentumokkal támasztani. Kérem szépen. 1815-ben megkötik a Szent Szövetséget. Orosz cár, porosz király, a -a -a Majd ebből szépen lassan kifarol Oroszország. Most más dolog, hogy ocsmány módon faroldották ki, -e meg De kifarol a cár. Tehát gyakorlatilag a saját nyakára a köt, nem hiszem, hogy olyan hülye volt a cári udvar összes tanácsadója, hogy ezt ne látták volna erre, mégse tudták megúszni. Mindezt azért az alázatér, amivel a nyugattal szembe voltak az oroszok. De már Nagy Péter kezdte, aki nem volt kislegény, mert a svédeket úgy lemosta, hogy őrület, ugye? Szóval az orosz történet erről is szól, hogy igen, nyugatfele legalább ismerjenek el, legalább, legalább ne ember számba, ne úgy vegyenek bennünket, hogy na lenyújjuk őket, mert baromi gazdagok, úgy potenciál. Majd is erre megy az egész, ki, szerintem Jó, semmi hát másra. Meg kell nézni Tarkovszki, Andrej Júbjóvet, mert az is erről szól. Hát bizony. És meg kell nézni azt a nyugatról jött kis lovagot, aki hogy beszél a, a ikonfestőkről, meg, a, meg, meg mindenről, hogy ezek kicsadák. És akkor, mivel lejárt az időnk, hát csak, úgy zá... csak úgy záró gondolatként hagy vessem föl. De komolyan elkezdtem aggódni, mert azért a Kennedy-klán egyik mostani tagja az ifjabb, azt hiszem Robert ő is, igen. Junior. junior. Robert. Egy, egy hete kiállt a nyilvánosság el, és a következő mondatot mondta elő. Egyébként demokrata Az hát van egy-két normális demokrata is. És azt bírta mondani, hogy teljes felelőtlenség pénzt küldeni Ukrajnába. És most jön a lényeg, hiszen eddig 190 milliárd dollárt raktunk bele ebbe az Ukrajnába vívott proxy háborunkba. Így mondta. mondta ezt egy Kennedy. Így van. A családból már többeket meggyilkoltak. Hát. Csak azért mondom, hogy óv, óvatosan, de időnként az igazat... Isten óvja az ifjúkkel. De, de Zsolt, hogy nem tisztultak ki a vonalak, a másik mit romni a republikánusok rohadékja, Én. az meg azt mondta, be kell oda az az mert ez amerikai ez érdek. Uraim. Ennyit a bizalomról. Ennyi, ennyit. Mindenki nézze meg az André-Júbjót. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk önöket, addig is minden jót kívánunk. Viszont hallásra és viszontlátásra.